negyed évvel ezelőtt ültünk ugyanennél az asztalnál, ugyanebben a stúdióban, szintén a Szemlélek Klubnak az eseményén, és hát nem úgy terveztük akkor sem, hogy jelenlévők nélkül, távolról nézőkkel fogunk majd beszélgetni, ahogy azt sem terveztük, hogy mikor lesz a következő alkalom, de ezúton is valószínűleg ez a nem így terveztük lesz a mottója, a vezérgondolata a mostani beszélgetésnek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akár a Szemlélek Klub tagjait, a Bonum Televízió nézőit, vagy akik a Szemlélek Érték magazin felületén követik a mostani beszélgetést. Nagyon örülünk, hogy itt vannak velünk, és ha egy kicsit a dátumokkal szabad folytatni, ugye a negyed évet említettem, gyakorlatilag március 17-én volt a legutóbbi klub találkozónk, ilyen virtuális formában, a képernyőn keresztül, és március 14-én talán elsők között a Magyarországi Evangélikus Egyház kezdett egy bizonyos karanténintézkedésben, majd március 17-én talán a Magyar Katolikus Püspöki Kar is meghozta a rendelkezéseit, és most pedig egészen konkrétan a mai napon, június 16-án oldották föl azt a veszélyhelyzetet, azt a különleges jogrend állapotot, legalábbis a parlamentben. Ez szerintem egy igazi kuriózum, hogy mindenki egységesen igennel szavazott arra, tehát se tartózkodás, se ellenszavazat nem volt arra, hogy legyen vége ennek a vészhelyzetnek. Hát ezekkel a bevezető, kicsit ilyen kronológikus gondolatokkal köszöntöm a vendégeinket, és közvetlen hangvételben fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek Fabinyi Tamás püspök atyát az Evangélikus Egyház képviseletében, és Hodász András atyát pedig a Katolikus Egyház képviseletében. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és most nem hivatalos egyházi szakvéleményt szeretnénk kérni tőletek, hanem mint akik átéltétek, megéltétek a karantént, azt szeretnénk kérni, hogy segítsetek egy kicsit visszatekinteni az elmúlt negyed évre, és az igazi cél az lenne, hogy próbáljunk előre tekinteni, hogy mindaz, ami velünk történt, amit megéltünk, átéltünk, túléltünk, az miben segíthet, vagy mire taníthat bennünket a jövőt illetően. Úgyhogy az első kérdésem rögtön, Tamás püspök, veled kezdenénk, hogy te magad személyesen hogyan élted meg ezt a járványidőszakot, karantént? Mint amit még soha nem tapasztaltam meg, tehát egészen új élethelyzet volt. Magát a szót is, hogy karantén, szokni kellett. Egy lelkész kollégám mondta, hogy egy gyülekezeti tagja, egy híve az utca túloldaláról átkiáltott neki, hogy tisztelendő úr, hogy érzi magát a konténerben? Tehát még a szó is kicsit új nekünk, és ebben soha nem voltunk. Ha már így dátumokat mondtál, valóban az a megrendítő március 14-e, 15-e nagyon bennem van. 14-én szombaton este telefon kapcsolatban voltunk három evangélikus püspökök, és gyorsan elértük az espereseket is, és hát azt a szívfájító döntést kellett meghoznunk, pontosabban mi protestásként, csak tanácsként tudtuk ezt adni, hogy az egyes egyházközségek, az egyház gyülekezetek ne tartsanak 15-e után már fizikai kontaktussal járó istentiszteletet, magyarul a templomokat istentiszteletekre ne nyissák meg. Én még másnap mentem egy kisebb, meg nagyon faluba, a Domonyba, meg Vácegresre, egy német vendéget vittem ráadásul, egy püspöktársamat, és hát megrendítő volt. Az emberek még ott voltak kokárdában, de már március 15-ről, már mint az ünnepről senki nem beszélt. Új helyzet volt, hogy a készfogás helyett már csak úgy mosolyogtunk egymásra, és a bejáratnál fertőtleníthettük a kezünket, még nem olyan profi módon, mint aztán később megtanultuk, maszkot se használtunk, és arra az utolsó áldásra, amit Vácegresen 15-én kora délután mondtam, mindig emlékezni fogok, mert elcsuklott a hangom, amikor az ároni áldást mondtam, hogy az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, mert az volt bennem, hogy ha valamikor most kell az áldást kérni és az Isten őrző kegyelmét. Aztán nagy buzgalmamban, mielőtt elutaztam, azt ígértem nekik, hogy amint lehet, hogy visszajövök Vácegresre, és egyébként múlt vasárnap tudtam visszamenni, immár egy új helyzetben, még mindig maszkal, meg fertőtlenítéssel, meg minden, de legalább újra együtt voltunk. András? Azzal kell kezdenem, hogy nem vagyok hivatalos képviselője a Katolikus Egyháznak, tehát nem vagyok mondjuk sajtófőnöke vagy ilyesmi, tehát hogy saját tapasztalataimról tudok beszámolni most. Természetesen katolikus vagyok és pap vagyok, de abszolút csak a saját nevemben beszélek.
Nekünk is nehéz volt megélni ezt az időszakot, talán ugyanígy mondhatnám. Én azt láttam, hogy a hívek nagyon nehezen viselték azt, hogy egyrészt nem jöhetnek meg szokott módon a templomba, ugye nálunk minden nap van liturgia, minden nap van találkozási lehetőség a templomba, és nem tudtak részesedni a szentségek kegyelmeiből. Tehát, hogy amikor végre lehetett mondjuk gyónni, áldozni mi egymás, amikor kitaláltuk, hogy a karantén ellenére mégis hogyan tudjuk megoldani, és azt is sikerült megoldani, hogy a rendőrség ne oszlasson fel minket, mert megcsináltuk ezt a úgynevezett általános feloldozást, amit a püspöki konferencia engedélybe adott, ugye, hogy lehetséges bűnvallás nélkül is feloldozást adni egyszerre több embernek. Ezt mi a templomkertben csináltuk, és hát kijött a rendőrség, hogy itt mi történik. És akkor természetesen mondtuk nekik, hogy hitéleti tevékenység, úgyhogy ezt akkor egy kicsit ők se tudták hova tenni, hogy akkor most mi legyen. Nekik is új volt ez a helyzet. Nekik is új volt, mondták, hogy betelefonálnak a központba, hogy akkor most nekik kell leoszlatni, vagy nem kell oszlatni, és mondtam, hogy jó, amíg betelefonálnak, addig én megadom a feloldozást, és akkor így... Nekik is. És mire megérkezett a válasz a központba, addigra már véget is ért az esemény. Ezzel együtt tiszteljük a rendőrséget mind a ketten, mert azért abszolút, felül teljesítettek. Nagyon kedvesek voltak, egyébként nagyon aranyosak voltak. Két hölgy volt, és nagyon előzékenyek voltak. Udvariasan beszéltünk egymással, mondtam, hogy ahogy én értelmezem a törvényt, úgy nekünk erre lehetőségünk van, hiszen hitéleti tevékenység, de nyugodtan kérdezzék meg a központot, és hogyha más mondanak, akkor azonnal oszlunk, tehát hogy itt nincsen. De azért gondolom, benned is megvolt az az érzés, hogy olvastunk olyan híreket, hogy Franciaországban, meg talán még Kínában is, meg Koreában keresztény közösségek dacolva a utasításokkal összejöttek, és azt mondták, ó, mit nekünk a vírus, az imádság az ezerszer erősebb, mint a vírus, és hatékonyabb mindenféle fertőtlenítésnél, és hát ilyen szuperhordozók, vagy hogy mondják ezt, voltak nagyon sokan köztük, és lelkészek is meghaltak, hívek is meghaltak, tehát az óvatosság, az odafigyelés az indokolt volt. Nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk mi is rajta, és végül is az a mód, ahogy megoldottuk, hogy a templom kertben, tehát egy szabad téren, egymástól nem másfél, hanem 3-4 méterre volt mindenki, és mindenkin maszk volt, és az egész nem tartott tovább 15 percnél. Mi erre azt gondoltuk, hogy ez a jelen helyzetben ez egy bevállalható kockázat. Ez ideális, ez szerintem kifejezetten meg is felelt az elvárásoknak, vagy a kérésnek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amennyire tudtunk, felelősen jártunk el, csak ugye az is egy nehéz volt, erről elmélkedtünk, hogy a karantén elején, erről ment a Szemlélek blogon egy, nem is tudom, levélváltás, vagy mondjuk cikkezés, hogy mit tudunk tenni azért, hogy a hívek ne szakadjanak el teljesen, se az egyházi közösségtől, se pedig a szentségek megerősítő erejétől, és mi ezt tudtuk kitalálni. Minden templom másképp csinálta, tehát hallottam olyan papról is, aki egyszerűen ott folytatta, ahol, tehát hogy tartotta a miséket is kész, és azt mondta, hogy mindenki eldöntheti, hogy akar élni vagy nem, és ő a templomban misézett a maga részéről. Ezzel mondjuk nem tudnék annyira egyetérteni, szerintem ez egy kicsit ez a felelőtlenség kategória, de van, aki meg teljesen bezárt és kész. Legtöbben persze online mentünk tovább, ami azt hiszem, hogy témája is lesz most a beszélgetésünknek. Hát mindenféleképpen kitérünk erre, és köszönöm szépen, hogy így személyes történetekkel indítottátok, mert szerintem ebben az elmúlt 3 hónapban nagyon sokan gazdagodtak személyes történetekkel, talán még a templomban nem járók is, akik addig nem nagyon vették észre mondjuk az istentisztelet, a szentmise létét, amíg az volt, és most, hogy hiányzott, vagy más formában vált vizualizálódva, elérhetővé, így vagy üdvözölték, vagy mondjuk kritizálták a különböző döntéseket, lépéseket, amiket egyházi vezetők hoztak. Nyilván ti is hallottatok ilyen reakciókról. Nekem az volt a megtapasztalásom, én is nagyon sokakkal beszélgettem, meg nekem is volt véleményem, meg tényleg szerintem az internet az most felpesdült, hogy pont ez, hogy nem elcsöndesedett a keresztény élet Magyarországon, hanem bizonyos értelemben fölhangosodódott. Tehát, hogy most ránéztem az evangelikus.hu honlapra, és beírtam azt a szót, hogy koronavírus, és 8 oldalon keresztül csak listázta folyamatosan a videókat, az üzeneteket, a különböző jegyzeteket, és azt feltételezem, hogy talán még aktívabbak lettetek ti is, és katolikus oldalról meg tényleg mi legalábbis családi oldalról úgy értük meg, hogy na most akkor, most neveket fogok mondani, hogy akkor a Székely János, vagy a Hodász András, vagy a Pannonhalmi, tehát hogy most hova menjünk misére is, és válogathattunk a finomabbnál finomabb gyümölcsökből, miközben természetesen egy hiányt éltünk meg. Uh-huh.
Ti is így látjátok, hogy egy ilyen kis érdekes ellentmondásos helyzet volt, hogy bezárult templomok, aktívabb kereszténység? Beszéltek akkor a mise habzolásról, hogy sokan egyszerre több misét néztek. Akkor mondjuk evangélikus istentisztelet habzolásról. Uh-huh. Ismerek egy püspököt, aki volt egy vasárnap, hogy 10 istentiszteletet megnézett, az én volnék. Néha túlpörgettem, vagy átpörgettem a liturgikus részt, de a prédikációkra kifejezetten kíváncsi voltam. Legtöbbször, ha igehirdetőként megyek, vagy vendégként megyek egy gyülekezetbe, én prédikálok, és a helyi lelkész csak a liturgiát végzi. Most végre meg tudtam nézni, hogy XYZ hogyan prédikál, és nagyon kíváncsi is voltam, hogy egyrészt hogyan alkalmazza ezt a kontextust, másrészt meg az arra figyeltem, hogy hogyan tud végre elszakadni a vírustól, tehát mármint a beszédben, mert már nagyon monotematikussá váltunk, talán te is átélted, hogy újra és újra mindenről a vírus jutott eszünkbe, és nagyszerű példákat, meg nagyszerű illusztrációkat mondtunk, de mintha az evangéliumot elfelejtettük volna, pedig nekünk Krisztusról kell prédikálnunk, és nem a vírusról, de mégiscsak ebben a kontextusban. De a kérdésedre visszatérve konkrétabban, kicsit azt éltem át, mint 30 éve. Én öreg vagyok már, és pont 30 éve, 1990 májusában indultak a Magyar Televízióban a vallási műsorok. És mit a Isten, az evangélius műsoroknál az első műsorokban Ossertepert éltem, később aztán más vette ezt át, de a legelső műsornál én köszöntem be, emlékszem, hogy Erősvár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség, mondtam így nagyon toleráns módon, és azóta is, de tudatosan, mert rájöttem már, éreztem már akkor, hogy a televízió műsorokat, és ez érvényes lesz az internet is, nem csak a saját hívő közösség nézi, hanem más felekezetek tagjai, meg a teljesen kívülállók. Tehát ökumenikusnak kell lenni, és nyitottnak kell lenni mindenki felé, sokkal inkább, mint egy hagyományos misén vagy istentiszteleten. Tehát 30 éve, amikor ezeket elindítottuk, valami hihetetlen boomot éltünk át, és a tetszési index az nagyon magas volt. Mert az emberek, akik addig nem annyira nagy tömegekbe jártak templomba, bár sokkal inkább, mint ahogy néha hajlamosak mondani, hogy tilos volt templomba járni, ezek azért nem igaz mesebeszédek, tehát azért volt szabad templomba járni, de nyilván kevesebben, és sok kívülálló akkor nézte, hogy jé, így zajlik egy istentisztelet, így néz ki egy pap, így történik az áldozás, vagy az úrvacsoravétel, és a tetszési index nagyon-nagyon magas volt, egy idő után aztán szépen kezdett csökkenni, meg zuhanni, mert az emberek már kezdtek csalódni, rájöttek, hogy hát ez unalmas, hát ez a pap nem tud érdekesen beszélni, vagy ez a közvetítés nem elég érdekes, nem elég mozgalmas, nem elég változatos. Ugyanezt éltük szerintem már most is, minden lelkész, magam is örömmel nyugtáztuk, hogy nem tudom én, járnak egy istentiszteletre 200-an, és most 2624-en, vagy 10 000-es nagyságrendben nézték a közvetítéseket. Ez egyrészt igaz, de fokozatosan csökkent egy idő után, mert az embereknek már elvesztette az érdekességét. A másik, hogy azért tudjuk, hogy nincs ott lélekben mindenki, tehát közben süti a husikát, vagy gimnasztikázik, vagy nem tudom, mit csinál, meg azt is mérni kell, hogy 2 perc után, vagy hány másodperc után, vagy hány perc után esetleg átkapcsolnak, vagy kilépnek onnan. De ezzel együtt, és ez nagyon fontos üzenet szerintem nekünk, óriási esélyt kaptunk, hogy azt a régi, hagyományos sekrestye kereszténységet most már végleg levetve jobban tudjunk nyitni a nem hívők felé, illetve hogy ökumenikusabbak tudjunk lenni, hiszen evangélikus műsorokat néztek reformátusok is, katolikus műsorokat néztek baptisták is, és keresztbe kasul, és főképpen a sehova nem tartozók talán most először találkoztak úgy igazából egy-egy ige hirdetéssel, vagy egy-egy izgalmasnak mondott személyiséggel, mint amilyen például András. Köszönöm szépen. És akkor meg a rosszul. Nem tudom, jól emlékszem-e az eredeti kérdésedre, hogy... Csendes, hogy... hangos, csendesebb mindenképpen... vagy hangosabb lett-e az egyház? Az interneten hangosabb. Tehát az interneten mindenképpen hangosabb, tehát hogy egyszerűen elkezdtünk mindannyian szentmisét közvetíteni, ugye nálam az én templomomban sose volt mise közvetítés, most a karanténban nyilván volt. És a legtöbb atya valamilyen módon megpróbált közvetíteni, ha másképp nem, akkor leállította a telefonját, és akkor azon keresztül, hogy valamilyen módon tartsuk a kapcsolatot a híveinkkel is, és 10-ből 10 esetben, 100-ből 100 esetben az a visszajelzés érkezett, hogy hívek nagyon hálásak ezért. Mert egyébként van ilyen, hogy közben süti a húst, vagy nem tudom, vagy a gyerek szaladgál, és nem tud annyira jelen lenni, de hogy megmarad valamennyire a kapcsolat. Egyébként én egy kicsit itt dorgáltam is őket, hogy azért vannak dolgok, amik nem változnak, mert általában olyan 5-10 percet szoktak késni azért a legtöbben a szentmiséről, és ezt az 5-10 perces késést a közvetítésnél is produkálták. Tehát, hogy ez valahogy így nem sikerült, szóval ez valószínűleg nem az utazás miatt van benne.
De tényleg így érdekes volt nézni, hogy változik a nézőszem. Abszolút látszik az, hogy sokkal több emberhez jutottunk el. Nyilván viszont a másik oldalon meg ott van, hogy maga az internetes közvetítés azért nem ugyanaz, mint a személyes jelenlét. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha valakinek van egy barátnője, és vele tud beszélni úgy, hogy személyesen, az minőségileg sokkal jobb, mint hogyha akár videótelefonáláson. Tehát, hogy az internetes közvetítés jó akkor, hogyha nincsen lehetőségem személyesre, de azért a személyességnek az intimitását és misztériumát nem helyettesíti. Én egyébként személyesen nem vagyok közvetítés párti, tehát hogy én sose szerettem, amikor közvetítjük a miséket, és azt is elmondom, hogy miért. Szerintem az egyháznak az evangelizációja az nem a Szent Misén keresztül történik, mert az egy olyan liturgia, amit még a hívek sem értenek teljesen, hát még az, aki betér. Tehát, hogy aki betér csak így az utcáról, azt mondjuk meg tudja fogni a prédikáció, ezért bele kell adnunk apai tanyait a prédikációba. De hogy utána mi történik, ő azt egyáltalán nem érti. És hogyha mondjuk úgy jött be, hogy nincs mellette valaki, aki közben így sugdossa a fülébe, hogy most azt csinálja a pap, és azért történik ez, akkor ő ott fog ülni, hogy most ez most micsoda. És ugyanígy az internetes közvetítésekkor is, hogy... Jó, hát a prédikációt még megnézem, hogy látszott, hogy mondjuk a páferi miséken a prédikációnál 8-9 ezer ember nézte, és akkor ez mennyire jó, de hogy a misének a többi része az valahogy szerintem így elveszik ebben a dologban. De nem csak misék vannak, és istentiszteletek, azért használtuk, és mindegyiket gondolom az internetet, meg a különböző felületeket, egyéb pasztorációs formákra és az is, nagyon helyes, persze. Tehát, is. Hogy új youtuber papok, lelkészek, új tiktokkerek, tehát, hogy Instagramon megugrott a fiatal atyáknak, és sőt, hittantanároknak, mindenkinek az aktivitása, nekem, és ez szerintem nagyon fontos. Nekem megható példáim vannak öregekről, mert a fiataloknál természetes, hogy már ez a XYZ generáció, meg alfa, stb. Benne él ebben, de néhány olyan példát is megismertem, 93 éves orvosbácsi, aki egy közösséget szokott Budahegyvidéken, mondom a nevét is, Tomcsányi doktor, Budahegyvidéken pásztorolni és tanítani, és ő alkalomról alkalomra odaült a laptopja elé, megterített magának könyvekből és kéziratokból, és belenézett a monitorba, mert megtanították, hogy ez hogy kell, és távirányítással tartotta a biblia tanulmányokat. Vagy egy másik papbácsi, Dedinszky Gyulának hívják Szobon, és ez ökumenikus dolog megint, hogy a helyi katolikus közösségben tart ők a tehézist, mert jó viszonyban vannak, és elmondta nekem, hogy 22 emberrel kapcsolták össze telefonon, a plébános azt mondta, hogy ő ebben segít, hogy összekapcsolja egy láncban a 22 hívővel, és nekik szerdáról szerdára tartja a katehéziseket. Uh-huh. És akkor azt mondja, ez egy csodálatos élmény neki, hogy nincsenek ott a szobában, mint máskor, de mégis tudnak beszélgetni. És akkor kérdeztem tőle, hogy Gyula bácsi, jól vagy, hát egyedül vagy, segítenek neked? Azt mondja, vasárnap 4 ebédet kaptam, egyiket a plébánostól, másikat az önkormányzattól, harmadikra a szomszédasszonytól, a negyediket már el sem tudtam fogadni, azt odaadtam egy közmunkásnak, aki az utcán dolgozik. Tehát ilyen nagyon szép példák vannak, még a karitatív irányba is. Sőt, hogyha szabad egy ilyen személyes vallomást hozzáfűzni ehhez a gondolatokhoz, én bevallom, hogy nem gondoltam volna azt, hogy Erdő Péter bíboros fölcsap vloggernek, ilyen videókommunikátornak. És úgy az arcát is tekintve, hogy tetszett neki. És azt néztem, hogy olyan ragyogóan, ugye, mosolygós szemekkel, és úgy adja át, és ő is azt hiszem, hogy ilyen a Szentírás aktuális, adott vasárnapra való részét magyarázta, vagy fűzött hozzá kommentárt, és én nem is az, hogy én mit kapok tőle, hanem én egy kicsit azt feltételeztem, hogy benne, aki nyilván az egyházkormányzás millió dolgával van elfoglalva, és gazdasági, jogi, és nem tudom, személyügy, és mindenféle kérdések özönét kell megválaszolni, előbb bújt egy kicsit valami gyermeki dolog, hogy na jó, ezt próbáljuk ki. És úgy leült ő is egy kamera, nem tudom, laptop, bármi el, és néztem, és azt láttam, hogy felismerült bennem a kérdés, nyilván nem a konkrét személyre vonatkozóan, de nyilván ő egy korporatív személyiség, akivel sokan azonosítják mondjuk a magyar katolikus egyházi vezetést, vagy ugyanúgy, ahogy mondjuk, hogy Ferenc pápa az úgy eléggé a kereszténységet is képviseli, nem csak a katolikus egyháznak a vezető, ugyanúgy, hogy ezt mondjuk Erdő Péter, akkor az ugye a magyar kereszténységnek egy nagy alakja. És hogyha ő egy ilyen megújulás, vagy felfrissülés, fiatalosodás jeleit mutatja, az azt a kérdést veti föl, vagy reményt hangosítja föl, hogy lehet, hogy ez a pandémia a maga
negatívumai, fájdalmai, nehézségei, megkötöttségei, kihívásai mellett kiprovokálta az egyháznak egyfajta előbrelépését a megújulás útján? Kérdőjel. Biztos. Igen, de ez kockázatot is jelent. Tehát én most az erények mellett a veszélyekre figyelmeztetek, mert nem lehet hosszú időn keresztül ezt büntetlenül rosszul csinálni. Tehát eleinte megvan annak a bája, hogy valaki fölnyitja a laptopját, és akkor belebeszél a kamerába, és alulról mutatja magát, és ilyesmi. Egy idő után megbünteti a néző azzal, hogy hát azért ez nem profi megoldás, vagy hogy a telefonommal kaszálok jobbra-balra, és nem tudok egy normális fix képet mutatni, vagy a hangot nem tudom megoldani egy jó mikrofonnal nem tudom megoldani, és ezért csak nézik, de nem hallják. Tehát azért ez a lehetőség, ez felelősséget is jelent, hogy az egyház, ha belefog valamibe, mondjuk a médiázásba, akkor azt jó kell csinálnia. Nem bocsátják meg most már, hogy jó, hát a pap, akkor tőle ezt is elfogadjuk. Nagyon-nagyon aranyszájú Szent Jánosnak kell lenni ahhoz, hogy hosszú időn keresztül hallgassák, vacak technikán keresztül a papot. Tehát sebességet kell váltani, alkalmazkodni kell a körülményekhez, és meg kell újulni, de ezt profi módon kell csinálni. Én hadd kekeckedjek egy kicsit. Szerintem az egyháznak megújulása van szüksége, de nem technikai szinten. Tehát én nagyon üdvözlöm azt, hogy felfedeztük, hogy van internet, halleluja. Tehát, hogy 15 éve van, vagy 20, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek technikák, amiben jó, ha fejlődünk. Tehát, hogy a technika az arra való, hogy az evangélium szolgálatába állítsuk. De az egyház megújulását én nem ebben látom, hanem az egyház megújulását abban, hogy jobban áttüzesedünk a Szentlélekkel, jobban az evangélium alapján kezdjük élni az életünket, ha szabad ezt így mondanom, szentebbekké, vagy krisztusibbakká válunk, hogy az életünkön látszik az, hogy keresztények vagyunk. És én egy olyan megújulást vizionálok, ahol a keresztény híveink egész életüket rábízzák Krisztusra. És ezt a kicsit sokszor én azt tapasztalom, hogy kicsit ilyen vasárnapi kereszténységet, ez az ilyen kényelmes kereszténység, vagy kulturális kereszténységet így végre magunk mögött hagyjuk, és mindenki személyes, izzó kapcsolatba kerül az élő Istennel. Na, ez lenne a megújulás. Ha ebben segít az internet, a YouTube, a bármi, akkor az nagyon jó. De szerintem egyébként ezek inkább abban segítenek, hogy mondjuk az egyházról kialakult képet egy kicsit megváltoztassák, tehát hogy mondjuk most tényleg olyanok, akik esetleg messzebb vannak az egyháztól, így rácsodálkoznak arra, hogy jé, a papoknak is van telefonja, a papok is tudnak élőzni a YouTube-on, a papok is tudnak TikTok videókat gyártani, és akkor van egy ilyen mondjuk pozitív PR üzenete ennek. De a megújulást én ennél sokkal szentlelkesebben és biblikusabban gondolnám. De nem lehet az, hogy ahogyan a Kempis Tamás fogalmaz a Krisztus követése című kötetben, kiadványban, ezt idéztem is egyébként a karantén ideje alatt az egyik Szemléleken megjelent cikkemben, hogy ha csak egy helyen szolgáltatnák ki Krisztus testét, nem világszerte, csak egy helyen, mennyire vágynának az emberek, hogy ott lehessenek, hogy jelen lehessenek, hogy ők is táplálkozhassanak vele. És ehhez képest most budapesti viszonylatban gyakorlatilag néhány utcasarkonként találunk valamilyen templomot, hozzászoktunk, hogy ez van. És most legalábbis én katolikus oldalról tudom elmondani a saját megélésemet, meg a megtapasztalásomat, nem tudom, hogy evangélikusoktól, amit esetleg kiegészíted, hogy most azért egy óriási hiányt éltünk meg. Tehát az online mise az nem... Nekem nem mise, nem vagyok jelen, nincs áldozás, sőt, gyónás, tehát egy csomó szentség, ugye nem megy telefonon a gyónás, tehát a pandémia miatt nem oldódik föl az, hogy akkor majd oké, most feltételesen lehet, nyilván vannak ilyen ideiglenes, vagy időleges, és átmeneti, vagy átívelő, határokon átívelő szükségmegoldások, de mégis egy hiányt éltünk meg, és én azt remélem, feltételezem, és a kérdőjel itt is bennem van, hogy most, amikor már újra lehet, akkor növekszik bennünk a vágy, a hiány miatt. Gondolok itt például ugye a konkrét biblikus képekre, tehát a 40 évi pusztában való vándorlás, a 40 nap Jézus kivonul, és
ezek ilyen... Karantén az a 40 nap, ugye? Most 90 nap lett, de hogy és még mindig úgy vagyunk vele, hogy ki tudja, hogy lesz-e második hullám, vagy akárhányadik hullám, tehát az első hullámon vagyunk túl, és ez egy sivatag volt. Azért ezt ne szépítsük, hogy nézni egy monitort az nem az, és nem azért nem az, mert nem az a feeling, mintha templomban lennék, hanem pontosan annak a teológiai, a hitéleti vonatkozásai miatt. Tehát, hogy most nem egyszerűen a föld alá szorultunk, mert még a föld alá szorult egyház is, annak ilyen katakombákban, vagy másik ilyen idegencsengő kifejezés, azért átélte a közösséget. Most se a közösséget, se a Krisztussal való katolikus teológia szempontjából, katolikus liturgia szempontjából, ez nem ugyanaz, ez nem helyettesíti, ez egy ilyen, nem tudom mi volt, egy ilyen, hogy is mondjam, lélegeztetőgép, vagy nem tudom, próbálok ilyen képeket tartani. Na, tehát, hogy azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy azért a 40 évnyi vándorlás, sőt Mózesnek volt egy saját másik 40 éve a pusztában, a 40 nap Jézusnak az nem volt felesleges, nem volt hiába való, kemény volt, nehéz volt, de azt követte valami. És most, amikor itt vagyunk egy ilyen vonalhúzásnál, hogy véget ér a rendkívüli jogrend, amikor véget ér a veszélyhelyzet, amikor lehet újra bemenni a templomba, akkor lehet, hogy egy ilyen sivatagból kiérkezés állapota van a hívők szempontjából? Amikor először prédikáltam, úgymond karanténos időben, egy köztelevízió által közvetített istentiszteleten Budafokon, akkor gyakorlatilag üres templomban néhány kórista volt jelen, meg egy másik lelkész, meg a kántor az orgonánál, akkor Ámosz prófétától választottam egy igét, hogy lesz majd idő, amikor éhezni fognak az emberek, de nem kenyérre, szomjazni fognak, de nem vízre, és a szép fiatalok azok tántorognak tengertől a folyamig, és Isten igéje az, amire éheznek, és nem adatik nekik. És arról próbáltam beszélni, hogy tudjuk megérteni azt, hogy ez az időszak a vágyódást kell, hogy erősítse bennünk, egyrészt Isten igéjére, másrészt a szentségre. És azért azt ne felejtsük el, hogy az igét azért nem vette el tőlünk senki. A személyes lelki gondozás sem. Tehát azért a lelkészek látogatták a híveiket, még haldoklókat is, még áldoztatták is, úrvacsorákat is adtunk mi is betegeknek, és nem illegálisan, hanem bizonyos védelmi körülmények között azért óvatosan, de akár egy beteglátogatás során adtunk a betegnek és a közvetlen családjának úrvacsorát. Még Zoomon is lehetett, és más felületeken is akár nagyon mély lelkipásztori beszélgetéseket is folytatni. Valóban gyónás, feloldozás, ez így nem igazán működik, de az ige megvolt. És én erre próbáltam utalni, nem tudván, hogy ez most két hétig, vagy két hónapig, vagy két évig tart, de hogy az Isten igéjét az hallhatjuk, olvashatjuk, és ebből kell élni, és az egyházat az ige tartja meg mindenképpen. A szentségnél, az úrvacsoránál, vagy az eucharisztiánál pedig a vágyódás kell, hogy meglegyen bennem. Én nem annyira tudtam, hogy ez a lelki áldozás mit jelent, de ezután az istentisztelet után felhívott egy püspök, Bíró Laci, ismeritek, püspöktársunk, vagy püspöktársam, és elmondta, hogy barátom, amit mondtál, az pont a lelki áldozás, és ahogy azt elmondtad, az a szívemből jött, és örültem neki, és használtuk mi is utána az eucharisztikus bőjt kifejezés. Soha nem használtuk ezt az evangélikus egyházban, de úgy éreztük, hogy most ennek van létjogosultsága, hogy eucharisztikus bőjt van, és amikor aztán lehetőség adódik, akkor aztán hívek, testvérek, gyertek végre, és éljetek a lehetőséggel, és becsüljétek meg sokkal inkább azt, hogy vehetitek magatokhoz Krisztus testét és vérét, és hallgathatjátok az igét, tehát buzgóbban. És óvatos vagyok, mert még kevés időt telt el, még nem tudom megítélni, hogy ez a fajta vágyódás, ez valóban megmaradt-e, és egy ilyen expanzióval jár-e együtt most a nyitás lehetősége. Ezt nem meglátjuk, a következő hetek mutatják meg. Mindenképpen sivatagos időszak volt. És sokan ezt így is élték meg, és így is jelezték vissza, és ilyen nagy hálálkodások, amikor már lehetett jönni, akkor ilyen nagyon nagy örömteli volt. Nem tudom, ugye nyilván nem ismerek úgy minden arcot, vagy nem számolok össze úgy minden arcot, aki vasárnaponként a templomba jár, hogy akkor ő volt, ő akkor most hol van, szóval hogy ennyire nincs nem vagyunk. Nincs névsorolvasás. Nincs névsorolvasás, úgyhogy nem tudom. Én egy picit inkább azt gondolnám,
vagy az a benyomásom, hogy kicsit az az ige valósult meg, amit Jézus mondta, hogy akinek van, annak még adnak, és akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről azt hitte, hogy az övé. Tehát, hogy akinek volt hite, annak ez a karantén megerősítette a vágyakozását. Mert nagyon-nagyon vágyott arra, ami korábban az élete része volt. Akinek meg úgy, hát úgy vagyogatott, vagy nem tudom, ő lehet, hogy, tehát, hogy lehet, hogy vannak olyan híveink, akik egyszerűen elszoktak a templomba járástól ez alatt a 3 hónap alatt, és jó meg voltunk eddig is, akkor most nem kell annyira korán kelni vasárnap, nem tudom. Nem tudok neveket, meg nem, szóval nincsen előttem, mert csak el tudom képzelni, hogy vannak, akik mondjuk emiatt távolabb kerültek, és most még nem jöttek vissza. Lehet, hogy ez feladatunk lesz, hogy őket visszaidesgessük, és újra utánuk menjünk, és utánuk nyúljunk. Amit mondasz egyébként, az szerintem nem csak az istentiszteleti élettel kapcsolatosan igaz, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvíthetik, amilyen van a másik fordítás szerint, de ugyanaz a Jézusi mondat, hanem mondjuk a családi viszonyokra. Tehát aki békés és jó rendezett családban élt, az szinte lubickolt ebben az időszakban, mert tényleg kicsit később lehetett kelni, közösen lehetett reggelizni, ebédelni, vacsorázni, többet lehetett a gyerekekkel időt tölteni, talán még sétálni is lehetett, közösen, vagy egy biciklire volt lehetőség, ahol viszont sajnos gondok vannak, ott ez még inkább kulminálódott. Feleségem pedagógus, és nem adok most ki személyes dolgokat, de megrendítő élményei voltak, hogy a karantén időben hogyan jön felszínre egy betegség. Még név nélkül mondom, nyilván egy bulémia, vagy családon belüli erőszak, vagy anorexia, vagy bármi, mert kibírhatatlan az együttlét. Máskor el lehet menekülni munkába, iskolába, barátokhoz, stb. Most meg egy rossz családi légkörben összezárva kellett élni, és ez felszínre hozta a nyomorúságot. Nagyon sok lelki gondozói feladat adódik ebből. Az elsivatagosodásra csak egy szó, hogy sok lelkész is ezt élte át. Van egy közvetlen lelkész kollégám, ő fájdalmasan mondta, hogy végtelen ürességet érez, mert más dolog egy kamerába belenézni és annak beszélni, és egy nagy gyülekezetnek beszélni, és neki egyszerűen hiányzott, és nem tudta szinte feldolgozni ezt a hiányt. És azt feltételezem, hogy ti lelkészek, akik többsége házasságban, családban él, gondolom, de majd kiigazítasz, hogyha nem így van, másként élitek meg azt, mint azok a papok, akik mondjuk, nem tudom, hogy mennyire jellemző-e még az, amikor én fiatal voltam, akkor azért sok olyan plébánia voltam, van plébános, egy-két káplán, ma is létezik még, de azért többségében az én papismerőseim kvázi magányos harcosok. Vannak egy plébánián, és van 6-8 filiájuk, tehát ugye olyan hozzácsatolt misézőhely, és az annak a közösségeivel, ahova ő kijár, tehát hogy egy ilyen, hogy is mondjam, ő egyedül van, és sokan vannak, akik őre várnak, vágynak. És hogyha ő most nem mehet ki, és nem is találkozhat ezekkel a hívekkel, az biztos, hogy a papra is visszahat, aki nem tudom, hogy így volt-e, és akkor András, majd te mondd el, hogy ő neki megmarad a 4 fal, meg a közvetítés az üres templomban, mint hogyha itt lennének. Ugye érdekes volt az interneten, bocsánat, látni ezt, hogy voltak, akik ezt úgy oldották meg, hogy elküldték a fotóikat, és azt kiragasztották a padra, talán Olaszországból kezdődött, de Magyarországon is láttam erre példákat, hogy ez egy kicsit vissza segítség volt a papnak, hogy itt vagyunk, mi figyelünk, tényleg veled vagyunk, ne csak elképzelj minket a kamera túloldalán. Igen, azt hiszem, azt kijelenthetjük, hogy nálunk kisebb számban élnek a papok családban, mint nálatok a lelkészek. Azért a görögökről ne feledkezzünk el, ahol... Jó, de hát azért kisebb szám. Meg családja lehet másnak is, úgyis, hogy szülőkkel, vagy... Igen, meg a nem hivatalos, meg szóval, hogy azt gondolom, hogy aki mondjuk egyedül van egy plébánián, annak ez egy kutyakemény időszak volt. Tehát, hogy azt megélni tényleg, hogy ugye a cölibátusban azért mondjuk úgy, hogy a magány érzését enyhítik a szociális kapcsolatok, tehát az, hogy azért minden nap van körülöttünk zsongás, ugye Jézus azt mondja, hogy 100 annyit kaptok, és tényleg 100 annyi gyerek jár hittanra, meg a nyugdíjasok rózsafüzértársulat, tehát 100 annyi nagymama, néha 100 annyi anyós, tehát, hogy tényleg azt éljük meg, hogy azért körülöttünk folyamatosan megy a zsongás. És amikor bezártunk, akkor így hirtelen nagyon üres lett a plébánia. És tényleg akkor döbbentünk rá, hogy emberileg mennyit számít az, hogy naponta van, aki megszólít. És nem, ezek nem mély beszélgetések esetleg, hanem csak egyáltalán, hogy van interakció, van emberi találkozás.
És azért voltak a karanténnak olyan időszakai, amikor ez így nagyon nehéz volt, és nagyon, nagyon hiányzott. Aztán mindenki a vérmérséklete szerint éli meg, mert van olyan pap barátom, ismerősöm, akivel így beszélgettünk Messengeren, hogy te hogy vagy, és ő meg azt fogalmazta meg, hogy hát végre királyság az élet, végre olvas, sorozatot néz, kondizik, nem tudom, pihen, alszik, jól el van, megtartja napi egy hittanóráját online, és egyébként úgy teljesen jól el van. Ő nem kifejezetten mondjuk társaságkedvelő ember, de mondjuk aki extrovertáltabb, társaságibb ember, neki ez valószínűleg nehezebb volt, igen. És akkor, hogy egy kicsit emeljük a tétet, ugye azzal kezdtem, hogy nem így terveztük ezt az elmúlt időszakot, mint ahogy történt. Hát, ha lehet így mondani, akkor rosszabbkor nem is jöhetett volna, mert hogy azért itt volt egy nagy hét, volt egy húsvét, volt egy pünkösd, uh-huh. És ha most itt ez az asztalnál, mi hárman kiválaszthatnánk egy olyan 90 napos periódust, amikor legyen ilyen karantén, akkor valószínűleg a legkevésbé ezt az időszakot választottuk volna. A bőthöz illett ez egy kicsit. A bőthöz még csak, de hogy... Igen. Jó, de június, július, augusztus jobb lett volna egyébként. Ubor a szezonban, igen. De nem, tehát hogy de mégis valahogy ezt kaptuk. Uh-huh. És ezt hogy éltétek meg, mint ami igazán a kicsúcsosodása, tehát a legfőbb ünnepe a kereszténységnek, ami egy ilyen majdhogy nem egy nagy csütörtök, nagy péntekké vált itt sokak számára. És tényleg ne komolytalankodjuk el, tehát itt azért megbetegedések, halálesetek, nézők között is könnyen lehet, hogy vannak olyanok, akik ezt most nem csak úgy átélték, hanem hogy veszteségeket szenvedtek. Én volt, hogy paráztam, megmondom őszintén, mikor a 10. magyarországi meghalt egy viszonylag fiatal nagykövetségi, másodnagykövet, vagy kicsoda az angol követségről, 30 vagy 40 valahány éves, azért akkor megütött, vagy amikor egész más, de a Boris Johnson majdnem belehalt, gondoltam, hogy egy ilyen pasi, akire annyira vigyáznak, és akit nyilván ezer orvos vesz körül, és mindentől óvnak, majdnem meghal, akkor ez tényleg veszélyes. Tehát azért ilyenek megütik az embert egy kicsit. De a kérdés konkrétumára, Böjt azért egy ilyen visszavonulós időszak amúgy is, nálunk, evangélikusoknál is, bár én most éppen Pannonhalmán voltam Hanvazószerdán, amikor a főapárt Hortobágyi Cyril lesz a bizonyos zöld bőtöt hirdette meg, és aztán szegény ő is azt hiszem keserűen élte meg én is, hogy nem nagyon sikerült tematizálni a bőti időszakot ezzel, mert mindenről szólt már egy héttel később a bőt, csak nem a zöld gondolatról, amit ő ott meg akart volna fogalmazni, de ezzel együtt emlékeznünk kell erre, hogy így indult. És aztán a bőti időszak ezzel a visszavonulással, talán kontemplatív több csöndességgel erre lehetőséget adott szerintem, hogy az ember jobban próbáljon Isten igéjével foglalkozni, elmélyültebben próbáljon imádkozni, azonosulni tudjon a böjtölő Jézussal és hasonló kísértések közepette is, és így tovább. A húsvét nagyon érdekes volt, és mindig megtalálja az ember a jó igéket. Ugye, amikor Jézus a János evangéliuma szerint a bezárt ajtón keresztül, gondolom sokan prédikáltunk, talán te is, én is, erről, hogy Jézus a bezárt ajtón keresztül is egyszer csak ott terem, akkor olyan jó volt erről beszélni, hogy testvérek, ott vagytok a bezárt ajtó mögött, de Jézus azért jön hozzátok, és megáll középen, és azt mondja, hogy békesség néktek. Mm. Tehát nagy pénteket is már korábban, meg nagy csütörtököt is át lehetett élni, nagyon elmélyülten, de húsvét különösen is alkalmas volt erre. Pünkös, aztán már nyitás volt. Ott már azt éltük át, hogy talán valami lecsengett, és szabad téren tartottunk Isten tiszteletet. És azok jöttek, hogy most úgy tűnik, hogy ez már nem lesz olyan vészes. Ugye? Tehát, hogy... Igen, ott már, de nagyon gyorsan tudott váltani az ember, ez a másik, hogy ez a nagy megijedés, ez aztán sokaknál hogy elfelejtődött, és ugye nagy fogadkozások voltak, hogy minden szabad, csak ne menjen úgy tovább az élet, mint eddig volt, és megállt kell parancsolnunk, és le kell lassulnunk, azért ebből nagyon sokat elfelejtettünk. Hát most olyan forgalomban jöttem ide, hogy mintha nem is lett volna mögöttünk egy kis figyelmeztető jelzés, mert az ember ott vannak, dudálnak, anyáznak, egy aprósága, környékén van egy utca, Virányos út, ahol valaki szerintem megható módon egy becsületkasszát tett ki egy csomó virág mellé.
egy ott lakó, ottani lakó, és heteken keresztül ez működött. Én is, mikor a húsvét előtt édesanyám sírjához elmentem, onnan elvettem 300 virágot, letettem a kiírt összeget, talán még többet is egy kicsit, és láttam, hogy több 10 000 forint, vagy több, talán 10 000 forint ott van. Utána a feleségem beszélt ezzel a virágárussal, és azt mondta, hogy amikor elmúlt ez a ijegység, akkor már oda kellett ültetni valakit a stand mellé, mert először csak a virágot vitték el Brahiból, utána már a pénzt is elvitték. Tehát az a fennköltség, ami mondjuk 56-ban nekem az ürött eszembe, hogy a bevert hírakat mellé oda tették a kiírást, hogy szent ügy, ami forradalmunk és becsületesek vagyunk, az egyszer csak úgy a láb hagyott, és az emberek hamar visszazökkentek a hétköznapokba, és ez nagyon nagy baj. Tehát vissza kéne hozni valamit abból, nem az ijegységből, de az odaszánásból, hogy egy kicsit változtatni fogunk. Ehhez nagyon tudok kapcsolódni, mert ugye elmélkedtünk annó Szemlélek cikkekben, hogy vajon mi lesz. Ugye hollywoodi filmekben láttunk zombi apokalipszist nem is keveset, és hogy hogyan reagálnak az emberek. És akkor azt állítottuk, hogy, vagy hát ez ilyen királytöbbes, de nekem az a gondolatom, hogy alapvetően egy ilyen helyzetben az emberekből előjön a jó. Tehát, hogy tényleg a becsületesség, az együttdolgozás, a másokért, az empátia, szóval egyáltalán... Elhívtunk távoli ismerősöket, igen, hogy vagy... Igen, de meg a segítés is, igen, akár ismeretlen embereknek, igen, is, szóval, hogy úgy alapvetően a jót hozta elő belőlünk. És kétségkívül van egy ilyen mozzanata, hogy há, jó, most akkor már elmúlt a dolog, akkor most már lehetünk normálisak, tehát, hogy a saját önző életünkhöz visszatérve. Ez... Talán ezt tanulhatnánk belőle, ugye már az a műsornak a fő kérdése, hogy merre tovább kereszténység, talán ezt tanulhatnánk belőle, hogy az, amit megtapasztaltunk és ami jó, azt vigyük tovább. Akár azon a szinten, hogy a youtuberek, tiktokerek, influencerek, azok atyák, lelkészek, akik elkezdték, azok vigyék tovább ezt a missziót. Meg mindannyian emberek, meg itt benne van az is, hogy az a vágyakozás, amit megéltünk a sivatagban, menjünk azzal a vágyakozással vasárnaponként a templomba. Tehát, hogy attól még, hogy most mehetünk, attól még a vágyakozás bennünk lehet. Hogy ez ne egy ilyen megszokott dolog legyen, hogy jó, akkor vasárnap, akkor templom, akkor elmegyek, akkor meghallgatom, akkor hazamegyek, hanem legyen bennem az a vágy, hogy de jó, hogy mehetek. Ugye, tehát, hogy akkor döbbenünk rá arra, hogy mink van, amikor elveszítünk valamit. És itt elveszítettünk valamit, aztán most visszakaptuk, de hogyha fent tudjuk magunkban tartani ezt a vágyakozást, akkor az jó lehet. Maradjunk még azért az ünnepi időszaknál, már hogy a nagy egyházi ünnepek színe populi, tehát hívek nélkül, nép nélkül. Emblematikus volt a ti panel dzsungelben tett sétátok az oltári szentsége, ugye ezt nevezzük ezt körmenetnek, de olyan furcsa processzió volt ez, mert ugye körmenet menet nélkül járás volt, és ott van előttem az a sok kép, ahogy, uh-huh, ahogy kijönnek biztonságos távolságra az emberek, mondjuk lejönnek a panelből, vagy a kertesházból, és ott letérdelnek az autók között, a parkolóautók között. Uh-huh. Most egy kicsit így átfutott rajta. Gyönyörű volt, iszonyatosan fájt a hátam a végére. Nagyon-nagyon fájdalmas. Mert hogy annyi áldást adtál meg, hogy... Hát meg így, tehát hogy... Azért a monstrancia az nem 20 deka, tehát, hogy és ezt így tartod egy másfél órán keresztül, és közben mész. És érdekes, hogy a hátad kezd el fájni, hát ezek is mondjuk a karantén tapasztalatai, de gyönyörű volt, tehát, hogy tényleg rengetegen jöttek, megálltak, olyanok is, akik mondjuk nem a mi egyházközségünkhöz tartoztak, csak meglátták, rendőrautó lelassított, nézte, busz megállt, nem tudom is, tehát, hogy tényleg egy ilyen, kicsit az 1930-as években éreztem magam, amikor még voltak ilyen nagy körmenetek, most már úgy szelíden csináljuk ezt a körmenetes dolgot, és valóban ez nem körmenet volt, hanem körbe mentünk az oltári szentséggel, és nagyon jó tapasztalatok voltak, tehát tényleg vadidegen emberek, ugye hát csöngettünk nyilván, tehát csöngettünk az oltári szentség előtt, és vadidegen emberek nyitották ki az ablakot, hogy mi történik az utcán, és amikor megláttak minket, akkor kértek áldást. És akkor az ablakok alatt megálltunk, és mindenkit megáldottunk, aki kérte. Kuzmányi István ötlete volt egyébként, és zseniális ötlet, és nagyon, tehát, hogy nagyon nagy lelkiélmény volt nekünk is szerintem, és azoknak is, akik ott voltak. A hívek reakciói nyilván sokfélék voltak,
de ha most egy picit, egy ilyen nagyon nehéz ezt egy-két mondatban megfogalmazni, de én azt gondolom, hogy ti, akik a klérust, az egyház vezetését képviselitek, kaptatok talán hideget-meleget. Köszönettől, kritikán át. Én evangélikusokkal kapcsolatban azt olvastam, hogy na, azt mondták, hogy minden templom bezárva, aztán a lelkészek legyenek kreatívak. Ez az egyik olvasat, a másik olvasat, amit én is olvastam az evangelikus.hu-n, hogy miért ne lehetne ez egy fölfelé nyitott karantén. Égre nyitott karantén, vagy valami ilyesmi. A katolikusoknál meg nekem is megint csak személyes tapasztalatom volt, hogy amikor először jött az, hogy nem lehet gyónni, nem lehet áldozni, azért mégiscsak jött egy-két híre, hogy te is mondod, hogy ott azért mégis van ilyen gyónás, menj el oda abba. Pult alól. Igen, pult alól. És akkor én meg is fogalmazódott bennem, és valamikor beszélgettünk, leokéztad ezt, hogy ez a kreatív káosz uralkodott, hogy egyszerre volt kreatív, de mégis kaotikus ez a karantén időszak. Szóval, hogy mi az, amit érdemes legalább nevesíteni, vagy megfogadni, észrevenni a híveknek a jelzéseiből, mert szerintem az összességben az egyház számára nagyon fontos az, hogy ne csak szánk legyen, hanem fülünk is. Igen, ugye mi a püspökök közvetlenül a lelkészeket szólítottuk meg, ahogy mondtam, ez a protestáns, demokratikus, önszerveződő közösségekre jellemző, hogy a végső döntést a helyi közösség hozhatja meg. Tehát mi tanácsként, javaslatként mondtuk a lelkészeknek, hogy először még csak március elején az, hogy az uracsorával nagyon vigyázzanak. Ugye mi ostyát is és bort is adunk, és annak próbáltuk azokat a technikáit megtalálni, hogy minél kevesebb kontaktus legyen, és minél egyértelműbb legyen a kézmosás, ami amúgy is természetes, de most még fokozottabban, és hogy ne érintsük, ne a szájba adjuk az ostját, hanem kézbe, és lehetőleg kis kehelyjel, ne közös kehelyből osszuk az úrvacsorát, ami teológiailag szerintem vállalható, de némelyek nem tudják ezt elfogadni. Tehát voltak itt is felháborodások, hogy hát a közös kehely az igazi, és én nem félek, és ahogy mondtam is néha ilyen fanatikus megközelítéssel, hogy hát az Isten igéje az dezinficál, hát nem hiszem, hogy azért Isten észt ne adott volna nekünk a hit mellett, és főleg nem vakítek akart adni. Tehát ezeket nem mindenki értette rögtön meg, de aztán talán néha egy kis fáziskéséssel igen. És ilyenkor persze nem éreztünk elégtételt, hogy na, beláttátok, hogy tényleg nagy a baj. Tényleg kaptunk olyan híreket olaszországi barátoktól, bécsi orvostól, stb. Március, sőt már február végén, március elején, hogy itt nagyon nagy gáz lesz, hogyha nem vigyázunk, és erre hivatkozva próbáltunk egy kicsit fékezni, például az úracsorosztással kapcsolatban, de ez sokaknak nem tetszett. Akkor utána az a javaslat, hogy a templomokat csukjuk be, vagy legalábbis a hagyományos istentiszteleti formákat ne tartsuk, ez se tetszett mindenkinek, és nem is tartotta be mindenki. Volt, aki úgymond lázadt, és utólag megtudtam, hogy ő azért tartott istentiszteleteket. Azt mondtam, a te személyes döntésed, ha ezt a helyi gyülekezet elfogadja, akkor jó, de azért, ha ne adj Isten betegség, üti fel a fejét, akkor gondolja rá, hogy a te felelősséged is. Tehát a felelősséget próbáltuk azért nem is átvenni, de megosztani, és sok lelkész ennek kifejezetten örült, hogy jó ütemben érkeztek ezek a megszólalásaink, a püspöki körlevelek, vagy pásztorlevelek, és egy kicsit talán levettük a vállukról azt a felelősséget, hogy nem ők kellett, hogy kimondják azt a döntést, hogy most nem tartunk Isten tiszteletet, hanem helyette valaki más kimondta, mondjuk az egyházvezető. Ez a mi felelősségünket nyilván még nagyobbá tette, hogy mások ért is kellett felelősséget vállalnunk. De volt egy bizonyos hideget, meleget, azért nem kaptunk, de megoszlottak a vélemények, de én azért lehető naív vagyok, de én több pozitív visszajelzést kaptam, mint a sértődést, vagy a háborgást. Hideget, meleget. Csak hogy ugye nekem az a nehézség, hogy én nagyon sok csatornán kapom, tehát hogy jön a plébániai e-mail címen, jön a Szemléleken keresztül, te küldtél például egy reakciót. Nem a sajátomat. Nem a sajátodat, nem. Tehát, hogy küldtél, hogy érkezett reakció. A Papi Franco YouTube csatornán keresztül, a Papi Franco Instagram oldalon keresztül, ugye a saját Instagram oldalon, szóval, hogy így öt csatornán keresztül jöttek a visszajelzések. Nagy rész azért pozitív, de érdekes volt látni azt, hogy sokan milyen érzékenyen reagálnak bármilyen kicsi változásra. Én ezen sokat gondolkodtam, hogy miért. Valószínűleg az lehet mögötte, de nem vagyok hozzáértő, csak laikusként mondom, hogy azért az embernek a hite az nagyon erősen kapcsolódik az identitásához. És ha abban valamit változtatnak,
akkor a világom rendül meg. Tehát, hogy nálunk például, ugyan nálatok volt ez a közös kehely, vagy külön kehely, nálunk például megtiltották ugye a kelyhet, tehát, hogy akkor nem lehet két szín alatt, ezt mi úgy szoktuk hívni, hogy akkor kehely és kenyér is. Tehát nem lehet két szín alatt. Ez a mi teológiai felfogásunk szerint az oké, tehát hogy amúgy sem nagyon szoktunk kétszín alatt. Bocsánat, Luther is azt mondta, hogy ma ne felel szabad, aki ugye harcolta a kétszín alatti úrvacsorázás lehetőségéért, folytatva azt, amit már Hus elkezdett, de Luther is azt mondta a pestis járvány idején, hogy ha úgy gondolják, akkor inkább csak egy szín alatt osszák ki az úrvacsorát, mert ez biztonságosabb, tehát nem volt vaskalapos. Na, most ez volt nálunk, ugye a fentről jövő utasítás, hogy mondjam, amit mi írásban kaptunk, és az, hogy és csak nem kézbe. Szájba, hanem kézbe, igen. És nem szájba, hanem kézbe. És ez teljesen logikus, és érthető, ahogy mondtad is, az Úristen eszet is adott nekünk, és nyugodtan használhatjuk ezt az eszet. De ezzel kapcsolatban is jöttek akkor felháborodott levelek, hogy ő nem hajlandó kézbe áldozni. És tényleg van egy ilyen, tehát hogy én is jobb szeretem, hogyha nyelvre áldoztatunk. Tehát szerintem megvan annak a mondjuk úgy, hogy fennköltsége, és hogy a nagyobb tisztelet. Szóval, hogy de most ez egy ilyen helyzet, hogy vírus van. Tehát, hogy most használjuk az eszünket, és most kézbe áldozunk. Megfelelő módon tisztelettel, de most kézbe. Itt kellett egy kicsit hadakozni. Vagy volt, aki az egészet politikai térre terelte, hogy mi most akkor azért, mert a politikai szereplők azt várják el tőlünk, ezért bezárjuk a templomokat. Mint hogyha nem is lenne járvány. Tehát, hogy én ezt sértettem, hogy... Nálunk egyébként más országokhoz képest a politika éppen nem szólt bele. Egyébként ráadásul. Tehát... Németországban, Ausztriában, egy csomó Olaszországban is tudtam, azt mondta a miniszterelnök, vagy a helyi tartományi miniszterelnök, hogy nincs Isten tisztelet, és ők mondták neki, hogy mikor lehet nyitni. Nálunk egy picit még zavart is engem eleinte, hogy amikor Gulyás Gergely bejelentette március nem tudom én, 10-valahanyadikán a nagy szigorításokat, hogy nem lehet 50 fő fölött bent, meg 200 fő fölött kint alkalmakat tartani, akkor egy kérdésre azt válaszolta, hogy az egyházakra külön szabályozás lesz, mert nem akarunk beleszólni a vallásgyakorlás szabadságba. Igen. Ez egyrészt kedves volt tőlük, de másrészt ránk ruházták megint azt a felelősséget, hogy mi döntsünk, az még önmagában jó, de könnyen olyan helyzetbe hozhattak volna, hogy törvény fölött vagyunk, és én ezt nem akartam volna, hogy az egyházakra nem érvény. Mozit nem szabad, nem tudom én, kocsmát nem szabad nyitni, de a templom az igen. Ez legyen egy belső egyházi döntés, és ne a külső hatalom. Igen, hát én ezért nem értettem ezt a levelet, amit kaptam, hogy a politikusok pont, hogy nem szóltak bele, meg hát szóval tényleg a levélírója nem szembesült azzal, hogy járvány van, tehát hogy azért... Ezt mondom, hogy kicseréljük a leveleinket, hogy mikor jó, kapok én is. Jó. Hate mail az eléggé sűrűn érkezik, bocsánat. Hát ennyi. Tehát, hogy de ilyen is, de nagyon, nagyon sokan, mit tudom én, nálam például az én plébániában, ezt muszáj megemlítenem, az asszonyok összefogtak, hogy András atya, akkor nehogy éhen maradjál, és akkor felosztották egymás között, hogy akkor kis táblázat, hogy Excelbe, hogy akkor ki mikor hozza az ebédet. Aztán, amikor látták, hogy az Instagramra posztolom, hogy egyébként meg miket főzök, meg közben megtanultam főzni a karantén alatt, ezt például én tanultam a karanténból, akkor egy idő után mondtak, hogy jó, akkor főzzél magadnak, de nagyon-nagyon aranyosak voltak, és nagyon, tehát, hogy ez a gondoskodás, ez az összetartozás, ez így nagyon jelen volt. Van egy nagyon sarkos visszajelzés, mondjuk így csomag, de ugyanoda vezet vissza. Nem tudom, hogy érinti az evangélikusokat, katolikusokat, mindenféleképpen érinti. Kifejezetten felháborodtak nagyon sokan, amikor most, hogy újra lehet már. Először csak óvatosan nyitunk, ugye ember legyen a talpán, aki követni bírta azt, hogy melyik egyházmegyében, hány évesek, mit csinálhatnak a hol és a bent és a kint és a maszk, nem maszk, fertőtlenítő. Tehát, hogy erre is mondom egy kicsit a kreatív káoszt, hogy fú, most átmentünk egy másik egyházmegyébe, itt már bent is lehet, vagy kint is. Na de nyilván a legjobb szándéka próbáltak a püspökök alkalmazkodni, és tudjuk is, hogy Magyarországon nem ugyanúgy érintette a járvány Budapest környékét, mondjuk Győr környékét, Nyíregyháza, Somogy és a Sotor. Tehát, hogy ebbe, ez is egy bölcsesség volt szerintem, hogy próbáltak egyensúlyozni. Szerintem én azt gondolom, hogy egy picit egyeztethettek volna egymással, hogy legalább a közlemények olyan hasonló struktúrában legyenek elosztva, de amikor most aztán kimondták, hogy oké, akkor most már visszavonjuk azt a feloldást, hogy nem kötelező misére járni, és mostantól újra érvényes a mise látogatási kötelezettség, akkor így ösztűz. Mi? Kötelező misére? Sose volt kötelező. Valaki azt mondja,
A papoknak persze, hogy kötelező, de a hívek majd eldöntik, hogy akarnak meg hol. És így próbáltam így katolikus hittanár mi voltomból is egy picit érvelni, hogy én értem, hogy ők ezzel nem nagyon találkoztak, meg lehet, hogy a kifejezés, hogy kötelező, ez olyan parancsuralminak tűnik, de hát katolikus lexikont, vagy bármi az egyház tanítását, ha megismerik, akkor ez az úrnapját szenteld meg, ez katolikusoknál igenis miselátogatási kötelezettségként van megfogalmazva. És ugye a közleményekből az, hogy mostantól akkor kötelező, ez ilyen tényleg hát kődobálást éreztem magam, hogy te is találkoztál ezzel? Meg mit lehetne erre talán üzenni? Fogalmazzuk már meg ezt úgy szépen, mert kötelező misére járni, nem? Az a nehéz, hogy szerintem igen, kötelező misére járni vasárnaponként, én kérek elnézést. Az a nehéz, hogy szerintem a társadalmunk hordoz egy nagyon súlyos sérültséget az autoritással szemben. Nem tudunk mit kezdeni az autoritással szemben, vagy az autoritással magával, vagy kicsit ilyen Stockholm-szindrómásan vonzódunk az autoriter helyzetekhez, személyekhez, akár mondjuk az igazságtalan autoritáshoz is, vagy pedig mindenféle fajta szabályt, autoritás, így nekem nem mondja meg senki. Én. Ez egyébként teológiailag az első bűnnek az újraéledése. Tehát, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy gyerekek, itt van egy hatalmas kert, Ádám és Évánál járunk, itt van egy hatalmas kert, mindegyik fát nyugodtan élvezzétek, ezt a kettőt ne, jó? Azon kívül bármi. Mit csinál az ember? Hú, de érdekes ez a két fa. Ugye? És most is az van, hogy mi a legizgalmasabb, ami tilos. Ugye egyébként csomó mindent csinálhatná, ezt egyébként Bíró László püspök úgy fogalmazta meg, ha szabad idehoznom a nevét, hogy döbbenetes azt látni, hogy a fiatalokat a házasság előtt le kell beszélni arról, hogy szexuálisan együtt legyenek, házasság után meg rá kell őket beszélni. Tehát, hogy sose az megy, amit szabad, hanem mindig az ellenkezője. Tehát egyrészt szerintem ebben van egy ilyen, hogyha azt mondjuk, hogy kell vagy kötelező, akkor így valahol összerándulnak a gyomrok, hogy nekem nem mondja meg senki. De ha mondjuk nem úgy fogalmazom meg, hogy kötelező misére járni, hanem mondjuk azt mondom, hogy figyelj, van mondjuk egy barátnőd, nagyon szereted, szeretsz vele találkozni. Ha valaki neked azt mondja, hogy figyelj, ha neked barátnőd van, akkor kötelező hetente egyszer legalább találkoznod vele, akkor nyilván kineveted. Mi az, hogy kötelező? Hát naponta találkozom vele, vagy maximum két naponta, mert szeretem, mert akarok vele találkozni, mert jó vele lenni. És kötelező neked akkor naponta, vagy két naponta? Nem kötelező, de szeretnék. És ugyanígy van a vasárnapi misével, hogy mondhatjuk így, hogy kötelező, ez kicsit inkább hogy az egyház, mint struktúra, mint intézmény próbálja valahogy azokat a szabályokat megfogalmazni, hogy ez mégis legyen valami szabályrendszer. De ha ezt mi kötelességnek érezzük, akkor nem vagyunk szerelmesek. Tehát, hogyha nem vágyom az Istennel való találkozásra, akkor ott tette meg a fene az egészet, hogy akkor, ha nem vagyok szerelmes az Istenben, most ilyen értelemben, hogy nem vágyakozom a vele való találkozásra, akkor ott valahol a hitemmel van baj. És akkor egyébként nem fogok elmenni a misére akkor se, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy kötelező. De ha ez a vágy nincs bennem, akkor tegyem fel a kérdés, hogy miért nincs? Akkor lehet, hogy nincsen kapcsolat. Van az a szép mondás Saint-Exupérytől, hogy ha hajót akarsz építeni, akkor ne azzal kezd, hogy munkásokat toborzol, szerszámokat gyűjtesz, tervrajzokat készítesz, hanem hogy az emberekben fölkelted a vágyat a végtelen tenger iránt. Hát szerintem ez van, hogyha a végtelen Isten iránt fölkeltjük a vágyat, és azt mondjuk, hogy az Istennel való közösség az jó, és át lehet élni valami megrendültséget és csodát, akkor az viszi előre az embert a vágyával. Nálunk egyébként ez a külső kötelezőség nincsen, de nyilván mi is ismerjük a 10 parancsolatot, hogy szenteljük meg az ünnepnapot, és nálunk se tilos minden vasárnap is szentre menni, sőt, hétköznapi alkalmakat is tartunk, és szorgalmazzuk, hogy minél sűrűbben legyenek ezek az alkalmak. Amit fölvezettél itt a kérdésedben az összefogásról, te nyilván úgy érzem, egy belső katolikus összefogásra utaltál, hogy egyeztethették volna nyilatkozatokat. Én ezt azért kiszélesíteném, és én azt gondolom, és ez talán a tanulsága ennek az elmúlt pár hétnek, hogy azért nagyobb ökumenikus összefogás lehetett volna, bocsánat, de a püspökök szintjén is. Tehát sok jó példát is tudok én magam is, több püspökkel, reformátussal, katolikussal, beleértve görögöt, rómait, jó barátságban vagyok és jó kapcsolatunk is volt, egyeztetünk sok mindent, de azért legfelső szinten sok volt az esetlegesség, a véletlenszerűség. Annyi műhelytitkot elárulok, nem a püspöktársad, de egy megfelelő operatív szintű vezetőt fölhívtunk mind a két egyháznál, ama március 14-én, hogy kedves
vezetőtársam, mondta ez a kollégám, tudj róla, mi holnap kiadunk, vagy ma este kiadunk egy közleményt, hogy azt mondjuk, hogy nem tartunk istentiszteletet. Nem gondoltok közösen tenni, hogy ó, nem, ez bennünk nem így van, és két nappal később igen. Jobb lett volna akkor együtt átgondolni, de ugyanez, hogy itt a húsvét, nem tudunk esetleg egy közös, nem nyilatkozatot, de egy közös imádságot megfogalmazni, amit elmondanánk minden templomban, katolikusok, református, evangélikusok. Isten látja lelkemet, tettem rá kezdeményezést, és valahogy az volt, hogy mindenki csak csinálja a sajátját. Azért hagyj védje meg egy picit a mundér becsületét, ebben a káoszban volt kreativitás is, hogyha ma maradjunk a kreatív káosznál, mert éppen Debrecenben, talán te is tudsz róla, hogy ott viszont a Palánki püspök, a Kocsis érsek, a Fekete Károly és szerénységem, mi négyen csináltunk. Ki volt az evangélikusoknál? Nem Debrecenben van a székhelyem, de volt, az az én területem. Csináltunk egy ilyen zoomos. Húsvét után már, igen, mert húsvétkor annyi megszólalásunk igen, volt, de éppen a Bónum Televízió jó voltából is, és ez a Szólj be a püspöknek kategória volt, tehát van ez a Szólj be a papnak című műsor, aminek a know-how-ja az Debrecenből ered, és akkor ezt első alkalommal tudtam, így kiszélesítették Szólj be a püspöknek keretben, élő beszélgetésben volt, éppen ennek a televíziónak is a segítségével, és online meglehetősen sokan követték. Ez a jó példák közé tartozott. Meg az is, hogy pünkösd hétfőn egy nagyon szép ökumenikus alkalmat tudtunk tartani a Mátyás templomban. Erdő Péter bíborossal, Szabó István református püspökkel és az én szolgálatommal. Szerettük volna Kapisztrán téren kint szabadon, mert ez a nagyon szép az a zsoltár, hogy tágas térre állítottál, az motozott bennem akkor, és ez pláne, hogy jó lett volna átélni pünköskor. A bizonytalan idő miatt mentünk a Mátyás templomba, de az se kutya, ott egy ökumenikus isteni szeretet átélni, és mondjuk évtizedekkel ezelőtt ez nem ment volna, most már itt tartunk. Tehát vannak jó példák is, de esetleg egy tudatosabb összefogás az még erőteljesebb lett volna. Tehát még vannak tartalékok az ökumenében, hogy így mondjam. Most már eléggé kanyarodunk arra, hogy hogyan tovább kereszténységén. Kaptam néhány segítő támpontot, pillért, és a műsorunk hátralévő részében, beszélgetésünk, klubestünk hátralévő részében talán ezekre fókuszálhatnánk, hogy András, te említetted ezt, hogy nem is biztos, hogy számszerűleg kéne arra vágyni, hogy most hirtelen tele legyenek a templomok, hanem hogy akinek ott van a vágy a szívében, fordítva fogalmazom, aki ott van a templomban, az ne azért jöjjön, mert kötelező, vagy mert szoktam menni, hanem mert hiányozna, ha nem mehetnék. Uh-huh. És lehet, hogy ez maga lenne már egy lépés a megújulás felé, mert akik akkor ott vannak, lehet, hogy számszerűleg kevesebben vannak, viszont az tényleg ünnep. Ugye azért az egy eukarisztikus ünnep, a Szent Mise. Uh-huh. És sokszor elsütik ezt a point, hogy úgy jössz ki a templomból, mintha mise történt volna, hogy kint kezdenek az emberek egymásra köszönni, hogy szia, szevasz, hogy vagy. Persze a liturgiának ez bizonyos esetben része, bizonyos esetben nem része, de hogy olyan farccal felállunk, letérdelünk, éneklünk, tesszük, tudjuk mi jön, rutinná vált az évek során, és akkor utána, na. De hogyha mindenki, aki bent van a templomban, vagy Szent Misén, Isten tiszteletben vesz részt, amit említettél, megint egy szép kép, ez a lánglelkűség, uh-huh. ez a pünkösdi, menni akarok és hirdetni akarok, menjetek ugye, és tegyetek tanúságot. Szóval, hogy azt próbálom ezzel megfogalmazni, hogy lehet, hogy az egyik lépése a megújulásnak az, hogy egy picit elengedjük, vagy hátrébb soroljuk azt, hogy kilóra, számszerűleg létszámra hányan vagyunk, és inkább fókuszba helyezzük azt, hogy tényleg keresztények vagyunk-e? A megújulás első lépése az, hogy mi megújuljunk. Tehát én azt láttam... Azt ki az a mi? Én. Aha. A 2000 év egyháza. Én azt láttam, és most bocsánat, nem udvariatlanságban mondom ezt, de a 2000 év egyház történetében azt láttam, hogy a legnagyobb megújulási mozgalmak akkor működtek, hogyha a mozgalom elindítója saját magán kezdte. Tehát egy Ferenc, egy későbbi Szent Ferenc maga indult el úgy, hogy akkor levetette a ruháit, a gazdagságát, hátrahagyta, és azt mondta, hogy akkor én elkezdek imádkozni. És a nagy, tehát hogy vagy egy Teréz anya, hogy mondjuk egy 20. századot mondjak, hogy ő elkezdett nagyon komolyan imádkozni, krisztusivá válni, lehajolni a szegényekhez, stb. Tehát a megújulás azt szerintem mindig innen indul, szívből, a
a mi megújulásunkból, a tiédből, az enyémből, és onnan terjed tovább, mint a láng pünköstkor. Nagyon-nagyon ezt gondolom. Igen, egyetértek teljesen. És egyébként ez a 2000 év, ez a mi 2000 évünk is, tehát az evangélikus egyház nem Luther Mártonnal kezdődik, hanem Jézus Krisztussal, tehát ennek az előző 1500 évnek a szépségét is, meg a nyomorúságát is magunkénak tudjuk, hiszen az a mi egyházunk története volt, mi egyházunknak is a története volt, és Szent Ferenctől kezdve, akár még ökumenikusan Teréz anyáig, vagy más személyekig mi is azonosulunk velük. Van egy szép imádságunk egyébként az evangélikus énekeskönyvben, hogy Uram, ébrezz egyházadat és kezd rajtam. Tehát pont ez a gondolat, amit te mondasz. De ha most a megújulási mozgalmakat úgy értjük, hogy akár a reformációt is ide merjük sorolni, akkor Luther is így kezdte. A ma híres 95 tétel első tétele így hangzott, hogy amikor a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy térjetek meg, akkor azt akarta, hogy az egyház egész élete megtérés legyen. Tehát a reformáció nem hitvitában érlelődött, és nem valamiféle, nem tudom én, politikai, vagy milyenféle zűrzavarkeltés volt, hanem egy megtérési mozgalomként akart indulni. És ezt érzem fontosnak, hogy a pandémia idején tudunk-e térni az önzésünkből, a megszokások rabságából, a hitetlenségünkből. Nagyon sokat jelentett nekem az idézet, amit én húsvét környékén olvastam Ferenc pápától, egy prédikációja utalt valaki, ha jól tudom, az a beszéde, amit közvetlenül a pápává választás előtt tartott, arról az igéről, hogy Jézus jelenések könyvében azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És akkor ő úgy prédikált volna, ha jól emlékszem az idézetre, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget az egyház ajtaján, mert ki akar menni az egyházból. Tehát nem be akar jönni, engedjetek ki. És én ezt rögtön idéztem húsvét vasárnap, amikor ugye üres templomban prédikáltam a Bécsi kaputéren, és azt mondtam, idézve az angyalt a húsvéti hírrel, hogy miért keresitek itt a Jézust, hogy nincs itt, hanem előttetek meg Galileába, és hogy hol van a magunk Galileája, a templomon kívül. Jézus is elment Jeruzsálemből, ott hagyott csapott papot, elment maga Galileájába. Nekünk is oda el kell menni, és ez az egyháznak ha úgy tetszik, szociális, diakóniai szerepvállalását is jelenti, hogy hol találjuk meg a nyomorultakat, a betegeket, róluk azért most nem igazán beszélgettünk, de akár a nagy élvezkedésben a zoomos konferenciákkal, meg a távoktatással, azért kellett volna gondolnunk arra, hogy sokan nem jutnak ehhez hozzá. És iskolákban voltak, akik azért maradtak le, mert nincs otthon internet, meg nincsen elég készülék, persze sokan segíteni próbáltak, de még mindig igaz, akinek van annak aratik, akire nincs, az is elvétetik, amilyen van. Tehát, vagy most mondtuk, hogy tessék kezet mosni, abban a nyomorult faluban a világ végén, ahol nincsen tiszta víz, nem tudnak kezet mosni, mert nincsen folyóvíz, vagy ilyesmi. Tehát azért gondoljunk ezekre a mai Galileában élőkre, és őket is meg kell találni. Szerintem a hogyan tovább kereszténység motto ezt is jelenti, hogy nagyobb szolidaritás, nagyobb odaadás, nagyobb önfeláldozás van-e bennünk, mint eddig. Számomra nagyon szimpatikus volt éppen szerintem ide rímel Ferenc pápának az aktivitása, aki ezt a helyzetet arra használta, hogy egy kicsit kilépjen a vallási vezető, prédikáló, evangélium hirdető szemszögéből, és arra buzdította a világ vezetőit, már elhangzott ez a gondolat, hogy ugye ne ott folytassuk, ahol abba hagytuk a járvány előtt, és ugye a járvány előtt ez egy kapitalista, piacgazdaságra épülő, szinte minden GDP-ben mérő, tehát hogy termékben, produktumban, és az embert is egy humán erőforrásnak tekintő, avagy fogyasztónak tekintő, globális és globalizálódó, globalista társadalom ment bele a pandémiába. És ő nem csak úgy ábrándozott, hanem így konkrétan megfogja, hogy milyen jó lenne, egyébként semmi újdonságot nem mondott, mert már a Laudato Si-től kezdve nagyon sokszor elmondta ezeket a gondolatokat, de hogy meg is fogalmazta, hogy mi lenne, ha,
ha a pénz, a termék, az anyagi helyet az embert tennénk vissza. És kell gazdaság, de szolgáljon a gazdaság. És fel is háborodtak megint sokan, amikor azt mondta, hogy egyetemes alapjövedelem bevezetésén érdemes lenne elgondolkodni. Nem azt mondták, vezessék be, meg hogy ki hogyan, tehát nem utasítást adott a kormányoknak, de azt mondta, hogy talán itt az ideje ezen elgondolkodni. És nem a feltétel nélküli, hanem az egyetemes, az egy picit mást jelent. És ott ő már a felé mutatott, hogy talán amit tanulhatunk ebből a pandémiából, ha egy picit hátrébb lépünk, hogy elveszett a sok fejlesztés, innováció, nem tudom, idézőben megújulás között az ember. És az ember már egy ilyen gyártója lett, és persze ezt Európában másként érzékeltük egészen addig, amíg a migráció sok szempontból rá nem ébresztett arra, hogy mennyien sokan nélkülöznek, és akkor jönnek a hírek, hogy hogyan készülnek az ingeink, a pólóink, futballlabdáink, számítógépeink és hasonlók. Tehát, hogy amikor mégiscsak globálisan rátekintünk erre a bolygóra, és erre a nagy-nagy-nagy közösségre, akik mi mind emberiség vagyunk, akkor itt azért az mégiscsak igaz, hogy jó lenne nem ott folytatni, ahol abba hagytuk. És egy nagyon érdekes példát szeretnék még idehozni, amíg belefér a beszélgetésünkbe, remélem. Geszti Péterrel készítettem interjút a járvány helyzetnek az első időszakában, még pedig azért, mert neki megjelent egy videóklipje, egy dala, Noé címmel, és semmi titok nincs benne, ez az a bibliai történetnek a kvázi parafrázisa, modern környezetbe utal, vagy eláraszt bennünket most valami, és majdnem belefulladunk, és vajon mi az a bárka, amivel mi tovább élhetünk, és hogyan lehetünk túl? És ő meg is mondta, hogy egyrészt csatlakozott egy ilyen kampányszerű színészek, világszerte Robert De Niro-tól Magyarországon is nagyon sokan csatlakoztak, azt ő aláírta, és azt mondta, hogy a feleségvel el is határozták, hogy ők nem akarnak abba a mókuskerékbe, abba a pénzhajhászós világba visszatérni, amiben voltak, mielőtt jött ez a járványhelyzet. Ők személyes életdöntést hoztak, hogy ez a több időt a szeretteimre, minőségi időt a gyermekemre, akivel beszélek, az legyek ott számára jelen. Ez visszaolvasható a Szemlélek Érték magazinon, tehát hogy nem kipletykálok most egy magánbeszélgetés, hanem tényleg egy interjú volt. És eleve szerintem, hogyha megnézi bárki ezt a klippet, akkor egy picit elgondolkodhat, mert ott vannak üzenetek benne. És nekem külön élmény volt, hogy Geszti Péter talán sok minden oldaláról ismerjük, és sok mindent köthetünk a nevéhez, akár nagyszerű kezdeményezéseket is, de pont ezt az ilyen biblikus gondolkodásmódot én még személyesen is ismerően őt nem tapasztaltam. És számomra egy pici ajándéka ennek a járványhelyzetnek az, hogy egy Geszti Péter Noé példázatával üzen mindannyiunknak, hogy az is egy nagy újrakezdés volt. Uh-huh. És ne folytassuk úgy, ahogy tovább. Fordítsuk ezt le, és akkor kanyarodjunk rá a kérdés konkrét megválaszolásához, hogy mi az, ami tanulságként most megint egy vonalhúzásnál vagyunk, a nyárba és az életünk további részébe tovább vihetünk keresztényként. Talán azt a tényt, hogy mennyire törékenyek vagyunk, veszélyeztetettek vagyunk. Van ez a mondás, hogy zuhanó repülő nincsen ateista, és az nagy baj, hogyha csak a nagy ijegységtől lesz valaki keresztény. És ezért kéne szinten tartani, hogy így mondjam. Tehát az emberekben, megint a vágyra visszatérve és a keresésre visszatérve, az emberekben megőrizni ezt a vágyakozást, és az egyház jelen kell, hogy legyen az emberek között, hogy ne azért keressék a transzcendenciát, az Istennel való kapcsolatot, mert megrémültek, hogy holnap után meghalhatok, és látták az olaszországi kórházokban a folyosó fekvő embereket, és látták Brazíliában a temetetlen holtakat, és Amerikában, hogy szakmányban temették el az embereket. Tehát ne azért kezdjenek el Istenben hinni, hanem mert ez egy tartós vágyakozás bennük, és az egyház talán segít is a kísérésben, hogy ezekre a kérdésekre segít választ adni. Nem felsőbbrendű módon, hanem ott lenni jelen közöttük. Tehát egy nagy lehetőség az egyház számára ez, és az egyház az mi vagyunk, ahogy előbb mondtad, hogy velem kezdődik, meg veled, de az egyház is nem a püspök és nem a pápa, ők is, de az egyszerű emberek, tehát mindenki a maga részéről felelősséggel tartozik.
Van egy nagyon-nagyon jó könyv, amit szeretek és gyakran reklámozok, ez a Férfi Lét című könyv. Steve Biddulphnak a könyve, és ő azt mondja, hogy öt igazság, öt mondat tesz férfivá egy fiút. És az öt mondatnak az első mondata ez, hogy meg fogok halni. Tehát, hogy ez a tapasztalat, ennek a húsbavágó rádöbbenése, hogy meg fogok halni, ez érezt, vagy hogy mondjam, ettől leszünk, a kamaszkor vadsága és szertelensége és örök élet víziójából átlépünk a felnőtt férfi életbe. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert, és itt most kapcsolódok hozzád, hogy a halál tapasztalata, a halál valósága az, hogy törékenyek vagyunk. Ez egy új tapasztalat a modern kor emberének, mert körülbástyáztuk magunkat egészséges életmóddal, ilyen-olyan diétákkal, egészségüggyel, mindennel. Biztosításokkal. Biztosításokkal is, és az a tapasztalatunk, hogy hát meghalni, hát 100 év fölött, amikor már úgyis meg akarok halni, mert már... És amikor tényleg 37 éves, vagy akár volt egyébként 15-16 éves ember is, akkor így hirtelen, és jön egy világjárvány, ami ellen ugye nem tudok semmit csinálni, mert mondjuk meg tudom tenni azt, hogy körbenézek, amikor lelépek az utcára, vagy óvatosan vezetek, bekötöm magam, stb. De egy világjárvány ellen igazán nem tudok mit csinálni. Akkor rádöbbenek arra, hogy az életem nem az én kezemben van. És ez a legalapvetőbb tapasztalata az embernek, és ez nem is annyira vallásos tapasztalat, mint egyszerűen egy alaptapasztalat, hogy az életem nem az én kezemben van igazán. És ez indíthat minket egyébként hitre. Amit még szerintem mindenképpen megtapasztaltunk és tovább vihetünk, az az, hogy mennyire jó, hogy egymásra számíthatunk. Tehát biztos vagyok benne, hogy minden egyházközségben, de nálunk is azonnal elindultak, hogy akkor kimaradt egyedül, ki olyan idős, hogy nem tud lemenni és bevásárolni magának, kinek nincsen ebédje, mi lesz a hajléktalanokkal, mert ugye a hajléktalanok is panaszkodtak arra, legalábbis nálunk, hogy a vírus miatt kevesebb ember van az utcán, és jobban távol tartják magukat, mert ugye mindenki vírus hordozó, akkor ne gyere hozzám 2 méterre közelebb, ergo így esett mondjuk az ő bevételük, vagy ilyesmi. Akkor nekik legyen valami kajaosztás. Akkor, szóval, és így egyszerűen beindult az emberek kreativitása. Hogyha baj van, akkor számíthatunk egymásra, és ez is egy nagyon-nagyon fontos tapasztalat. A többit elfelejtettem, de majd mondom még. Vagy megírom egy cikkbe. Én is följegyzeteltem magamnak néhány gondolatot, de azokat, amiket ti elmondtatok, Tamás, a te részedről, ezt a vágyat, a vezetők közötti még szorosabb kooperációra, hogy mi hívek egy nagyobb egységben kapjunk üzeneteket. Mert ugye most azért nagyon sok üzenetet kaptunk, és nem mondható az, hogy most a hallgató egyházzal találkoztunk. Tehát azt gondolom, hogy megpróbálták az egyházi vezetők nagyon tisztán, röviden, tömören, tehát nem 10 oldalas dokumentumokat kaptunk, hanem hogy ez van, ezért döntünk így, és bátorítunk, buzdítunk, mindegyiknek volt egy ilyen nagyon, nagyon mellettetek vagyunk hangneme, de ezt még mindig lehetne fejleszteni, az egyértelműség és az együttműködés, vagy együtt szólás, egy irányba mutatás irányába, én ezt vettem ki a szavaidból. A András tőled pedig én azt viszem el, hogyha most így én mit viszek el, aztán majd a kedves nézők is eldöntik, hogy mi volt számukra a legfontosabb, hogy valószínűleg így most egy pandémiától az egész keresztény közösség, kereszténység, a világ keresztény nem fog megtérni, nem fog megújulni. De személyes megújulásokra nagyon sok lehetőséget adott ez a helyzet, és a nagy kérdés az, nem az, hogy kötelező-e valami, hanem hogy szerelmesen vagyok-e keresztény. Tehát ott van egy, ott ége bennem a vágy. És talán segíthetett ez ugye a sivatagban a pohár vizet is megtanod értékelni, és nem szörp után, meg kóla után kiáltasz, hanem hogy mindegy csak víz legyen. Tehát hogy ezzel a vágyjal tudjunk a hitéletünkben elmélyülni. Én ezeket viszem magammal. És van egy-két kérdés, aminek egy részét szerintem átbeszéltük, de azért hogy megtiszteljük a kedves klubtagokat, lehet, hogy tényleg csak egy-kettőt fogok ebből föltenni, és köszönöm szépen, hogy küldtek kérdéseket. Egyben jelzem azt, hogy most itt majd véget ér ez a beszélgetés, de az internet ott marad velünk, eddig is itt volt, és lehet folytatni majd a közös gondolkodást, és bízom benne, hogy fogjuk is majd egy picit tovább görgetni az itt elhangzottakat. Úgyhogy föltenném például azt a kérdést, hogy ki dönt és vagy kitől
függ a kereszténység megújulása, Ferenc pápa, egyházi vezetők kell, hogy ezt kezdeményezék, motiválják, vagy a közeli templom papjai azok, akik igazán a híveket megújulásra tudják hozni. Itt és szerepel, de én azt mondom, hogy és vagy, akár azok, akiknek hiányuk van, tehát istenhívők, de nem templomba járók. És valószínűleg valamiért nem templomba járók. Szóval, hogy kin múlik ez? A kérdezőn. Mert hogy arról beszéltünk, hogy mindenki kezdje magán. Tehát, hogy csak akkor fog meg, az egyház mi vagyunk. És csak akkor fog megújulni az egyház, hogyha én megújulok, ha te megújulsz, ha aki kérdez, megújul. És szerintem ez nagyon fontos, hogy megértsük. Mert nekünk nagyon nagy a kísértésünk, hogy mindig valaki másra várjunk. Ugye eleve mi magyarok szerintem így vagyunk bekötve, hogy majd a vezetők megoldják, és ez most teljesen mindegy, hogy egyházi vezető, vagy politikai vezető, vagy bárki vezető, közösségvezető. Ma baj van, akkor ő oldja meg. Nem fog így megoldódni. Amíg rá nem döbbenünk arra, hogy csak az történik meg, amit mi elkezdünk, megcsinálunk. Nem kell a másikra várni. És az egyházi megújulás az tipikusan olyan dolog, az egyház megújulása, hogyha te megújulsz, akkor elkezd megújulni a környezeted. Ugye szent az, hadd mondjak ide egy ilyen régi nagy mondást, szent az, akinek a jelenlétében kétséget sincs afelől, hogy van Isten. Akinek az élete tükrözi az evangéliumot. És ezt mondja egyébként Charles de Foucault is, akit nagyon szeretek, 20. század egyik elfeledett szentje egyébként, hogy élj úgy, hogy az életed legyen evangelizáció. A sivatagi szent. A sivatagi szent. Hogy az emberek feltegyék a kérdést, az életedet látva, hogy ki az a Jézus, akit te követsz. De úgy, hogy még meg se szólaltál, csak egyszer látják az életeden, hogy evangéliumi módon élsz. És így fog megújulni az egyház, sehogy más. Hogy hozzam ide Neveshegyi Péternek az alakját, aki most búcsúztunk el, és erről is írtam most néhány napja egy cikket, hogy a közelében azt érezted, hogy valami ilyeneki a mennyek országa. Aha, aha. Aki egyébként egy csodálatos ökumenikus ember is volt, a Vasori Evangélikus Gimnáziumban járt, és járhatott a Japánban, meg mindenhol, évtizedeken át mindig úgy emlékezett az alma máterre, ahol ő megtanult ökumenikusan gondolkodni, ez evangélikus iskolában, katolikusként, zárva, de nem is ez a fontos, hanem hogy ezek a szentek honnan kapják az erőt, tehát azért ez fölülről kell, hogy jöjjön, mint a születés is, nem én szülöm meg magam, hanem engem megszülnek, és az újjászületés is ilyen. És ezért úgy érzem, hogy volt a kérdés, hogy ki indítja a megújulást. Ferenc pápa indítja el a megújulást, nem is Ferenc pápa, a helyi nem is a pap, ez a Szentlélek. Én nem akarom ezzel elkenni, de azért, ha már Ferenc pápa, amikor Lundban 2016. október 31-én ott volt a pápa és az Evangélikus Világszövetség vezetői, együtt ünnepeltünk, és együtt beszéltünk az egyház egységéről, és imádkoztunk azért, és kijöttünk a nagy sportcsarnokból, és véletlenül meghallottam, hogy a Lutheráns Világszövetség elnöke odafordul a pápához, hogy what's next, hogy mi a következő. És ő arra gondolt, hogy nyilván milyen sót csinálunk legközelebb, vagy milyen média hacket csinálunk, és erre azt mondta, hogy I don't know, I'm not the Holy Spirit. Nem tudom, nem vagyok a Szentlélek. Tehát, hogy ha a Szentlélekre merünk hagyatkozni, akkor fogunk igazán megújulni. Persze, hogy rajtunk múlik minden, a pápán is, meg a Mari néni is, meg Hodász Andráson, meg Fabinyi Tamáson is, meg Ékény Istvánon is, de azért a Szentlélek vezetésére kell figyelnünk. A Szentlélek az, aki megőriz és megújít, Spiritus Sanctus conservat et renovat, tehát valahogyan ő útmutatását kell kérni. Kitünkös után ez talán fontos, hogy tudatosítsuk. Hogy hozzám a szintézisben Szent Pál írja valahogy én és a Szentlélek. Van egy ilyen... Apcsel 15, de ezt az apostolok mondják. De igen. Köszönöm szépen, hogy pontosítottál. Ez a kérdés messzire vezetne, úgyhogy kérlek, hogy csak tömören válaszoljatok rá, de azért mégis lehet, hogy tényleg sokakban megfogalmazódik. Felolvasom gyorsan, az USA-ból kiinduló tüntetés sorozatnak is nyilván egyik okozója a járvány a hatalmas társadalmi egyenlőtlenségek következtében is, a sok millió ember számára elérhetetlen egészségügyi ellátás miatt például. Nem érzékelek, és itt jön gyakorlatilag maga a kérdés, vagy a felszólítás, markáns egyházi állásfoglalást még ezzel kapcsolatban, érdekes lenne hallani erről. Hát nehéz röviden. Hogy nem érzékel-e?
nem érzékel, nem érzékel az a kérdező, nem érzékel. Az egyház eléggé foglalt állást az amerikai tüntetések ügyében, gondolom. Igen, de nem a tüntetések ügyében, tehát ugye most itt nem kezdeni a rasszizmushoz, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek, mert ugye valahol tényleg az húzódhat meg a mélyében. Van ennek, nektek van hiányérzetetek, hogy az egyház nem foglalt állást ebben? Hát biztos, hogy sokszor lapítunk azért, amikor na de most konkrétan a keresztény középosztály. Ja, hát általában, hogy tehát vegyük észre a rászorulókat, és nem véletlenül, és nem divatból mondtam azt, hogy a leszakadó roma gyerekeket és másokat észre kell venni. Azért sokszor ők kiesnek a látókörünkből, mert örülünk annak, hogy olyan sokakat elérünk, és sokan az Isten háta mögött vannak, úgy érzik magukat, és azért az Isten talán megfordul, és szereti azokat, akik a háta mögött érzik magukat, és ezt tudatosítani kell bennük. Tehát én nekem azért nem egész nyugodt a lelkiismeretem, hogy mindent megtennénk az Isten háta mögöttiekért. Jobban a keresztény középosztályt, budapestieket érjük el és szólítjuk meg, talán ebben a vírusos időben is. Engem nagyon irritált, bocsánat, amikor a karanténnal sokan dicsekedtek, hogy ó, milyen nagyszerű a kertembe, kiülök és fogyasztom a szörpömet, és nem tudom micsoda. A 8. emeleti lakótelepi lakásban nem élvezte egy hattagú család annyira a karantént, mint az, aki a nem tudom én hány száz négyzetméteres kertjében jól érezte magát. András? Rövid leszek, nem hiszek a nyilatkozatokban. Egyszerűen nem. Szerintem, tehát, hogy nem véletlen, hogy Jézus nem adott ki kommunikéket, nyilatkozatokat és állásfoglalásokat, és nem gyűjtött aláírást. Jézus odament, felemelte, enni adott neki, meggyógyította, és ez az egyház feladata. Tehát sokkal többet ér az, hogy én oda megyek egy hajléktalan emberhez, és megkérdezem a nevét, és emberként bánok vele, és megkérdezem, hogy igazán mire van szüksége, mert nem 100 forintra van szüksége, neki nem az a baja, hogy az utcán él. Ő így él 30 éve, és tök jól érzi magát, hanem az a baja, hogy ki van szakadva a társadalomból, az a baja, hogy nem érzi, hogy az emberek szeretik, az a baja, hogy nem találja az utat az Istenhez, és a többi. Meg lehet, hogy fel kell tölteni a telefonját, mert nálunk rendszeresen töltenek a hajléktalanok telefonokat, mert azt nem tudja feltölteni az utcán. És tehát, hogy odafordulni, meg tenni valamit, én szerintem ezt, és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen nagyon-nagyon sokat kellene tennünk, sokkal többet, mint amit most teszünk. Szék János püspök atya gondolatát hadd hozzam ide a végére, ha még belefér a másodpercünkbe. Nem tudom pontosan idézni, de ő második Trianonról beszél. Egy olyan fajta társadalmi szétszakítottság van most Magyarországon, amit nem veszünk elég komolyan. Legalább annyira nem vesszük komolyan, mint amennyire 1919-ben nem vették komolyan, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, a kisebbségek, a nemzetiségek mennyire nem érzik magukat otthon ebben az országban. És meg is lett az eredménye, és most ugyanezt történik különböző társadalmi csoportokkal, és nem vesszük észre, és nem foglalkozunk vele. Hát akkor ez a majdnem negatíva, vagy feladatot kijelölő két megszólalást hagyj zárjam, és a mostani beszélgetésünket is, amit nagyon szépen köszönöm azoknak, mindazoknak, akik figyelemmel kísértek, vagy a majd esetleg visszanézik. Egy érdekes képpel, azt mondtad, hogy néha hallgatagok vagytok, evangélikusok nem tesztek meg mindent, hát bejárt a magyar internetet mindenféleképpen egy lelkésznek a fotója, aki egy vasapú lesz. Ócsai Zoli barátom, ugye? Igen, pécsi lelkész. Kitett bizonyos képet, és miről szólt ez az egész, hogy valamire valaki túlzott és társadalmilag igazságtalan reakciót lépett. Lehet vitatkozni az alapjáról annak a testnevelő tanárnak, hogy ez valóban egy veszélyes. Elbírta-e a igen, tehát súlyát, hogy ez az egyik vita lehet. És ez a baj egyébként, tiéd a zárszó, de ez egy külön téma. Az a testnevelő tanár lelkész volt, hogy most nem. Egy lelkész, mint egy szolidaritásul azzal, hogy őt, ezt a tanárt kirúgták, vagy megdorgálták, megfenyítették, stb. Ez a lelkész a saját hivatásának a attribútumával, ha úgy tetszik, az oltárra. Oltárt épített vasalód. Egy vasaló deszka oltár mögött áll. Sokan félreértették egyébként, mondva, hogy ez blaszfémia, nem blaszfémia szerintem, azért, mert ő azonosult ennek a tornatanárnak, a testnevelő tanárnak az élethelyzetével, aki a karanténban próbálta az úszásnak a fortéjait megmutatni. Ez a lelkész pedig azt mutatta meg a szolidaritáson túl, mert nagyon fontos, hogy a szolidaritást vállalt egy Bornier döntés miatt félreállított testnevelő tanárral. És megalázott testnevelő tanárral, és ő azt mutatta meg, hogy
az ő karanténjában, adott esetben egy oltár az a vasalódeszka lehet, és ilyen helyzetekben kell helytállnunk. No, hát látszik, hogy még bőven volna témánk, és hosszan tudnánk folytatni, de én ezt a képet azért hoztam ide, hogy igenis tanult már is valamit az egyház, nekem ez a fotó, ez a kép, és az, hogy ez bejárta az internetet, azt üzente, hogy még egy lelkész is tud olyan üzenetet küldeni szavak nélkül egyetlen képpel az internet kihasználásával, ami egy kicsit a fejekben helyre tesz dolgokat, avagy kérdéseket vet föl. Nagyon szépen köszönöm Fabinyi Tamás evangélikus püspöknek, és nagyon szépen köszönöm Hodász András katolikus lelkipásztornak, hogy elfogadtátok a Szemlélek Klub rendezem beszélgetésére a meghívást. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a kedves nézőknek, a klubtagoknak és mindenki másnak, aki figyelemmel kísérte a Bonum Televízió adásában, vagy pedig a Szemlélek Érték magazin felületén ezt a beszélgetést. A házigazdáknak is külön köszönjük azt, hogy itt lehettünk, és azzal búcsúzom, hogy folytassuk a közös gondolkodást, és tanuljunk valamit ebből az elmúlt időszakból, és akár hogyha vannak gyümölcsei ennek a sivatagnak, avagy vannak olyan gyümölcsei a következő időszaknak, amivel szívesen megosztunk egymással, azt ne tartsuk meg magunknak, hanem tényleg próbáljunk megújulni a kapcsolatainkban, az Isten kapcsolatunkban, ember kapcsolatunkban, és szeressük nagyon egymást. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!